Tisztelt alelnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt díjazottak, tisztelt hölgyeim és uraim! A szellemi tulajdon célja, egy fogalom tisztázással kezdeném, ez egy rendkívül sejtelmes fogalom, amit előre bocsátanék, az az, hogy spirituális arculata nincs, tehát ezek gazdasági jogok, ezek monopóljogok, amiket a hivatalunk ad meg. Mi ezeknek a végső célja? Az a végső céljuk, hogyha valakinek van egy jó ötlete, akkor abból ő gazdagodjon meg. Ne pedig a konkurencia, aki az ötletét lemásolja, és ő generál ebből profitot. Mi ennek a mechanizmusa? Amennyiben valakinek van egy ötlete, például kialakít egy termék számára egy vonzó fizikai megjelenést, ebből lesz egy jó dizájn, akkor mielőtt még ezt a gyártásra bocsátaná, mielőtt fölfedni a publikum előtt, a legjobban akkor jár el, hogyha a hivatalunknál, a szellemi tulajdon nemzeti hivatalánál tesz egy bejelentést. Egy dizájnjog, a hivatali nyelvezetben formatervezési minta iránti bejelentést. A hivatal megvizsgálja azt, hogy fennállnak-e a feltételei a védelemnek, az oltalomnak, arra oltalmat ad. Tehát a levédetés, a köznyelven levő fogalom és az oltalom szerűségek szinonimák, az egyik a köznyelvi fogalom, a másik a hivatalos nyelvezetnek a része. A hivatalunk ezzel foglalkozik. Nem csak formatervezési minket adunk meg, tehát nem csak a dizájnra lehet monopóljogot szerezni, hanem ugyanúgy egy technikai megoldás, egy műszaki megoldásra szabadalmat fogadni a hivatal. Amennyiben valakinek van egy jó marketing koncepciója, egy jól használható, jól megragadható védjegye, lehet egy szó vagy egy ábra, szintén a hivatalnál kell bejelenteni ahhoz, hogy ebből egy monopóljog legyen, ami csak a jogosult használhat, és a gazdasági életben ez csak ő generáljon ebből profitot. Tehát ez igaziból a lényeg a szellemi tulajdonvédelemnek, és ezt igyekszünk elősegíteni. A tágabb értelmezése az, hogy ezen monopóljogok által, amivel az innovátort, az ötletgazdát jutalmazzuk, ezzel érjük el, hogy belefektessen az ötlet kialakításába, a műszaki megoldás, vagy a dizájn, vagy a védjegynek a felfuttatásába, kialakításába. Tehát a szellemétől nemzeti hivatalának kiemelt célja az, hogy az iparjogvédelem, és a másik terület, az iparjogvédelem belül van a szabadalom védjegyése, az ipari minta, használati minta, formatervezési minta, és a szerzői jog, ami pedig a műveket védi, tehát ezek által biztosított lehetőségeknek a hatékony alkalmazásával a hazai vállalkozások tudják mozgósítani a bennük rejlő innovációs potenciált, és helyt tudjanak állni a piaci versenyben. Tehát nem, mint említette, nem csak egy technológiai megoldás, de a különböző árujelzők, és kimondottan ide sorolnám a védjegyet, az ezek alkalmazásra építő marketing munka is tud segíteni abban, hogy a versenytársakénál sikeresebben értékesítse egy cég a termékeit vagy a szolgáltatásait. Egy gazdasági ágakban, és ilyen különösen a gyógyszer és élelmiszeripar, kiemelt szerepe van annak, hogy a fogyasztók mindenkor megfelelő tájékoztatást kapjanak a polcokon eredő termékekről. Hát a mindenki által könnyen azonosítható védjegy jelzi a termék gyártóját, a kereskedelmi eredetet és az ahhoz kapcsolódó minőségi hagyományt. A vevőben így a megbízható és biztonságos tartalom ígéretét hordozza, és elengedhetetlen eszköz a gazdasági szereplők számára. Egy, étrend kiegészítő készítmények gyártásával és forgalmazásával már közel 20 éve foglalkozó és magas szintű minőségpolitikával rendelkező hazai tulajdonú cég esetében magától értetődően merülnek fel ezek a kérdések. A magyar termék nagydíjat támogató szervezetként pedig kötelességünknek is érezzük, hogy mindezekben a kérdésekben a megfelelő válaszokkal álljunk rendelkezésre. A szellemi tulajdonvédelem eszköztár kellő arányú igénybevételének egy nagyobb akadálya a szükséges információk hiánya a gazdasági szereplők részéről, amely egyúttal ki is jelöli a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának az egyik legfontosabb feladatát, ami pedig a képzés és a tudatosság növelés. Mint már említettem, nagyon fontos a marketing egy terméknek a bevezetésében, egy vállalkozás sikeressé tételében. Most akkor a hivatal nevében én is szeretném ezt az alkalmat megragadni arra, hogy egy szolgáltatásunkkal kapcsolatban marketing nevékenységet fejtsek ki. A hivatalunk biztosít szellemi vagyon diagnózis szolgáltatást, amelyekkel innovatív vállalkozásokat céloz meg, és amelyek az utóbbi években a kutatás fejlesztés területén lépéseket tettek.
Ezzel a szolgáltatással segíteni tudjuk munkájukat, ha úgy gondolják, hogy a hatékony üzletmenet érdekében felkívánják használni, illetve az eddiginél hatékonyabban kívánják felhasználni a szellemi tulajdonvédelem eszköztárát. Egy egyénre szabott tanácsadás interjúk alapján készül el a szellemi vagyondiagnózis, amelyben a hivatal föltárja azt, hogy az adott vállalkozásnak, mert eddig milyen megadott szellemi tulajdonjogai vannak, szabadalmai, védjegyei, formatervezési mintái, de azt is föltárja a vállalkozás számára, hogy milyen rejtett kincsek lapulnak még a raktárakban, tehát mik azok a megoldások, amiket be lehetne jelenteni, és lehetne még rájuk hasonló szellemi tulajdonjogokat kapni. És így tehát kibontakozik a vállalkozás előtt egy kép a saját szellemi tulajdonvédelmi helyzetéről, ami segít neki abban, hogy stratégiát tudjon e köré építeni, valamint, ha befektetőt szeretne, akkor ennek a diagnózisnak a felmutatásával sokkal inkább a saját portfólióját értetőbbé tudja tenni, magyarán a befektetők számára is sokkal vonzóbbá fog válni. Tehát ez az egyénre szabott tanácsadás keretében készített írásbeli jelentés, amivel a hivatalunk megjelenik a közigazgatásban adott szolgáltatásnak a terepén. Reményeink szerint egy hasznos utat fog majd jelenteni az érintett cégek számára jövőbeni működésük megszervezéséhez. Ennek jegyében, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon szeretnék gratulálni minden díjazottnak az eddig elért eredményekhez. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.